Kicsengettek az első óráról az István Király általános iskolában hétfő reggel. A tanóra végét ugyanakkor még nem töri meg a korábban megszokott zaj, a gyerekek most még csak akklimatizálódnak így évelején. A fiatalok a hosszú téli szünet után vegyes érzésekkel koptatják ismét az iskolapadot. Harmadikas vagyok, és nagyon vártam a fél évet, mert én nagyon szeretek tanulni, és nagyon hiányzott a tanulás, a barátaim, az osztálytársaim, a tanárnénik, a közös programok, amiket együtt csináltunk. Találkozhatok újra a barátaimmal, de viszont tanulni meg nem annyira szeretek. A tanulás a legnehezebb ebben az újrakezdésben, vagy még mi? Hát igen, a tanulás, mert ugye már hatodikas vagyok, és így egyre nehezebbek a tantárgyak, meg egyre többet kell tanulni, és így nem igazán megy néhányszor. Ami ebben az időszakban sok esetben normális, hiszen a több hetes otthonlét után ismét igyekezniük kell kihozni magukból a legtöbbet, óráról órára teljesíteniük kell. Erre a néhány hétre ráadásul főként igaz ez, hiszen most több fontos határidő is piros betűs dátumként szerepel az általános iskolák naptárában. A gyerekek szerintem nagyon sokan várták már az iskola kezdést, és a programokat, mások biztos, hogy vannak olyanok, akik azért még tolták volna, mert azért jól esett a pihenés. Tényleg nagyon elfáradtak a gyerekek, és ráadásul a decemberi időszak elég beteges időszak volt, tehát nagyon sokan hiányoztak. Most igazából még nem mértem fel, hogy hányan hiányoznak, vagy hányan nem, de úgy látom, hogy szép számmal itt vagyunk, és újult erővel próbálunk. Az első megpróbáltatása a 8. felvételi lesz, illetve a fél év zárás 19. január 19-én. Az írásbeli felvételi eredményeiről várhatóan február 9-ig értesítenek mindenkit az oktatási hivatal által meghatározott módon. Ezt követően kell leadni a jelentkezéseket a kiválasztott középiskolákba, aminek a határideje február 21-e.